és nyufikalandjai folytatódnak, és fantasztikus hírünk van, tudjátok, hogy már nagyon régóta szerettünk volna egy elektromos rollert, és dadám! Most végre van egy szuper fantasztikus elektromos rollerünk, és nagyon-nagyon örülünk neki, mert nagyon sokszor szükségünk lett volna rá. Például tudjátok, hogy két város között lakunk, és ezért, mikor be akarunk menni a boltba, az 5 km, úgyhogy ezzel a szuper rollerre pillanatok alatt ott lehetünk, illetve amikor kirándulunk, mint például most is, nagyon jó, hogy van egy elektromos roller a háznál. Már is mutatjuk, hogy milyen, illetve már is mutatjuk, hogy hol vagyunk most pontosan. Itt Németországban. Tartsatok velünk! Egy óra van, most végeztem a munkában, és megbeszéltük Andrissal, hogy elmegyünk megnézni egy szuper várat, itt nem messze, Baden-Baden mellett, ahol csodás kilátás nyílik a környékre. De még mielőtt ez megtörténik, találkozok a fiúkkal az erdőben, a Fekete Erdőben, ugyanis az a célunk, hogy a kutyusokat lefárasztjuk, és utána sokkal könnyebb dolgunk lesz majd, amikor nézzük a várat, legalábbis ebben reménykedünk. Úgyhogy jövök, felveszem a rolleremet, és indulok is találkozni a fiúkkal. Felakasztom a táskámat erre a kis akasztóra. Kettő kulcsot kaptunk hozzá, az egyik az enyém, a másik Andrisnál van. Elfordítom a kulcsot, megnyomom ezt a kis gombot, és már fel is villan. Ez a gumis fogó nagyon kényelmes, látjátok? Mutatom, ilyen kis íves, és be lehet állítani, hogy hogy szeretnéd. Nekem ez volt a megfelelő, illetve a féket is lehet állítani, számomra ez a kényelmes magasság, ahogy van. Most már nincs más hátra, csak az, hogy elinduljunk, és megmutatom nektek, hogy merre járok. Megvannak a fiúk, úgyhogy most már csak elrakjuk a rollert, és mehetünk az erdőben lefárasztani a kis kutyuskákat. Ó, ne felejtsem el, ki kell kapcsolni. A sárga kalantyút meghúzzuk, és már össze is lehet hajtani. 26,7 kg, úgyhogy igazándiból messzire nem akarom vinni, de arra, hogy berakjam boxiba, vagy elővegyem, amikor szükségünk van rá, azt simán meg lehet oldani. Berakom boxiba, és mehet is a séta. A sűrű, sötét, fekete erdő, Schwarzwald. Tudjátok, hogy miért hívják Schwarzwaldnak? Nagyon sok legenda fűződik hozzá. Az egyik az, hogy a római katonák, mikor elértek idáig, ez az erdő annyira sötét volt, és olyan sűrű, a hatalmas fák teljesen eltakarták a fényt, és ezért a katonák féltek is tőle, és elnevezték Fekete Erdőnek, és úgy gondolták, hogy szellemek is lakják. Ami akár még igaz is lehet. Szerintetek vannak szellemek itt Schwarzwaldban? A vár, amit meg szeretnénk nézni, Baden környékén van. Három nagy vár volt ott, ami a környéket védte, és ebből az egyiket fogjuk megnézni. Azt mondják, hogy gyönyörű a kilátás, és kutyussal is be lehet menni, legalábbis nagyon reméljük. Ugye? Belopjuk őket, hogyha nem lehet bevinni, akkor is hát ja, elrejtem őket táskába. A hajam alá. Nagyon szép a hajad. Ugye? Igen, oh. Elfelejtettem mondani. Jaj. Majd szuper jó a hajad. Igen. Andis növeszti a haját. Nem, ez nő magától igazából. Nő magától, és nem vágja le. Na de a lényeg, hogy visszamegyünk boxiba, és megyünk egyenesen a várba. Nem, átveszem a pólómat. Mielőtt belülről is megnéznénk a várat, bemutatom nektek az elektromos rolleremet. Figyelitek?
Nagyon... Én is akarok rollerezni. Miért nem adott kölcsön? Képzeljétek, Andrisnak már csak egy nagyon-nagyon-nagyon picit kell fogynia ahhoz, hogy használhassa, ugyanis 120 kiló a maximum terhelhetőség ezen a rolleren. De képzeljétek el, én az én pehelysúlyommal akár 45 km per órával is tudok menni, és már mikor dolgozni megyek, ugyanis ezzel megyek minden nap dolgozni, és egy hosszú, egyenes bicikli úton tudok menni, kerékpár úton, igen. És 40-nel mentem, képzeljétek el, 40-nel. Fú, te nagyon magány vagy. De annyira... Nem mehetett tovább nyomni, mi? Nem, annyira nagyon nem vagyok magány, úgyhogy kíváncsiak voltunk, hogy mennyi a maximális sebessége, ezért meg is kértük a szomszéd vagány srácot, hogy próbálja ki nekünk, ugyanis ő szokott BMX-el ugratni, meg hegyen völgyön biciklizni, meg kerékpározni, meg minden, úgyhogy megkértük, hogy próbálja ki, hogy mennyivel tud menni, és képzeljétek el, tudjátok, mennyivel tudott menni maximum? 45-tel hasított! Neked egy kicsit ez a kormány, nem lehet lentebb rakni? Nem, igazándiból nem magas, mert amikor így ráállok, figyelj, akkor így pont jó ez a méret, látod, még egy kicsit rugózik is, mert megpróbáltam lejjebb rakni, mert ugye van három állás, ahova lehet rakni, egyen lejjebb, meg még lejjebb, és megpróbáltam, de nekem a legmagasabb a legkényelmesebb. Mert te ilyen nagy magas lány vagy, ugye? Mert hát egészen magas. Mennyi vagy? 170 centi? Na, 168 vagyok. Úgy. Nyufi, ezt még nem is tudja, de én már utána olvastam, egyébként van rajta tempomat is. Tényleg? Alapból így nincs, nem, az betelít állítani. Ja, de van rajta tempomat is, nem ajánlanám neked, hogy te azt használd. Tudod, mi a tempomat? Nem tudom, mi a tempomat. Na, ezért ne is használd. Hát az, amikor tudod, beállítod egy sebességet, és ott fixen az, amit nem kell nyomni. Nem akarsz? Nem akarok. Én nem vagyok bátor hozzá. És rájöttem, nem mondjátok el senkinek. De tényleg, nem mondjátok el senkinek. De eddig kerékpárral szerintem 10-zel mentem. Vagy 12-vel. Nem nagyon bírtam tekerni, főleg, mert viszonylag egyenes a fekete erdő, de mindjárt megmutatom nektek azt a részt, ahol így fel kell ívesen menni, és akkor nagyon-nagyon-nagyon lassan tudtam menni. Annyi jó, hogy ez a, főleg az én súlyommal, ugye az én 60 kilómmal, nem amúgy, majdnem 70, ez a kis gép nagyon jól fel tud menni. A 20 fokos emelkedőig úgy írta a gyártó, hogy 20 fokos emelkedőig szuperül működik. És na, de mi most eljöttünk működik. Egy olyan helyre, amit nem tudom, hogy mekkora az emelkedő. Már gyalog megtettük, úgyhogy most megkérem majd Nyufit, hogy tegye meg rollerrel is, hogy ez lehet, hogy több is, mint 20 fok ez az emelkedő, de a kérdés az, hogy vajon egy ilyen emelkedőt le tud-e küzdeni a roller, vagy nem. Mert hogy az aszfalt, vagy az Alföldön, akik használják Debrecenben mondjuk, vagy Békéscsabán, oké, de vajon itt is fel tud-e jönni, illetve itt van ilyen útegyenletlenség is. Na, hagyd nézzük azt a rollert, hogy tudsz-e jönni vele, vagy meghal itt az emelkedőn. 10, 13, 15-tel hasítok. Van hozzá még ülés is, amit fel lehet szerelni. Én nem szereltem fel, mert ugye erre... Én nem szereltem fel, hát én raktam össze. Andris nem szerelte fel nekem. Egyikünk se szerelte fel. Mi nem raktuk fel? Mert nem, mi nem raktuk fel, mert hogy nekem erre a távra nincs szükségem. Én sokkal jobban érzem így magam, hogy csak roller. A lengés csillapító az nagyon-nagyon jó. Figyelj már, milyen jobb nézd. Illetve délután, amikor végzek a munkából, akkor csak letámasztom, és... Képzeljétek el, 3 napot is tudom használni, és nem kell feltölteni. Ugyanis általában egy olyan 50 kilométert, úgy írja a gyártó, hogy 50 kilométert lehet menni vele. Hát nem szoktam teljesen kicentizni, ugye, mert haza is szeretnék érni, és nem akarok a fekete erdő közepén megállni véletlenül sem. Hát akkor hagyhatod lábbal, nem? Roller. Ja, hagyhatom. De domnak felfelé nem tudom hajtani. Úgyhogy mi úgy tapasztaltuk, hogy az én súlyommal egy olyan 40 kilométert tudok vele menni. Na hát én ennyit tudok elmondani róla, mert megmondom őszintén, hogy én használom.
Tehát én vagyok az, aki használja, és én vagyok az, aki felrakja a bukósisakot, és elindul és hasít vele, de az ilyen egyéb dolgokat nem tudom elmondani, de már is megkérjük Andrist, hogy mondja el az olyan pasis dolgokat, amiket mi nem tudom megígézni. Fogalmam sincs. Nincsen semmilyen pasis dolog, amit el akarnék mondani, egyébként annyival kiegészítenem, hogy vannak olyan dolgok rajta, amit egyébként a leírásból el tudtok olvasni. Annyit még mondanék róla, amíg nyugfésődlek kihagyott, hogy ugye tárcsafékes, első-hátsó tárcsafékes, teleszkóp. Én nagyon nem akarok rajta ugrálni, mert ugye az én súlyom az több, mint amit a gyártó azt mondja, hogy biztonsággal lehet használni. 120 kollégban, én mindig vagyok 129. Erős esőzésben nem ajánlott, kevés vizet kibír, hogyha így mondjuk jössz-mész vele és elered éppen az eső, ha nem túl sok, akkor azt még kibírja, de egyébként nem vízálló a roller. Hát városi használatra van kitalálva, de ezt nem csak városon lehet használni, ugyanis már nyufival kimentünk itt az erdőbe és mentünk ilyen, hát kevésbé városi körülmény között, azt kell, hogy mondjam. Azt mondta, én nem tudom, sajnos nem tapasztalatot mondok, hogy egész jó volt a rugózása, nem verte szét a kezét, mondjuk ott nem is hasított nagyon. Amit még el lehet mondani, a motor viszonylag egyébként nem túl erős, egy 600 wattos motor van benne, ettől függetlenül egész jó gyorsul nyufi alatt. Legalábbis mi úgy vettük fel a videónak ezen egyik részét, hogy én mentem mellette biciklivel és tartottam a kamerát, de hát nem lehet felvenni kerékpárral a versenyt, legalábbis nem egy magamfajtának, aki 10 évbe egyszerű kerékpáron. Ja. Én nagyon sajnálom, hogy nem 130 kilóig van, bár akkor is elég durva lenne, hogy 129-re állt, tehát ki lenne feszítve rendesen. Azt mondta, nyufi fogja 9 kilót, és akkor használhatom én is. Szerintem hamar tönkbe vágnánk, hogyha ez folyamatos 120 kilóval lenne tengetve, azért neked az a kis 61-nehány kilóddal biztos, hogy nagyon jó. Hát nem tudom, mit lehetne még róla elmondani. Leírásban majd belerakunk még, ha valami kimaradt. Előnye ugye az, hogy nem kell hajtani a biciklit, és pillanatok alatt odaérünk bárhová, illetve hogy dinamikusan gyorsul ez az elektromos roller. A hátránya viszont az, hogy mivel nem tömörek a gumik, ezért defektet kaphatunk, úgyhogy figyelni kell rá. Én még egy használat után nem kaptam defektet, és remélem nem is fogok, mert nagyon óvatosan vezetem ezt a kis drágaságot, mert nagyon örülök, hogy van nekünk, és rengeteget tudom használni. A leírásban találhatjátok a linket, ahol megnézhetitek a Gukiring G2 Pro-t, illetve más elektromos rollereket és kerékpárokat is. Sőt, hogyha beírjátok a Pufi 35 kódot, akkor 35 euró kedvezményt kaptok a vásárláskor. A cégnek európai lerakata van, így könnyen ki tud szállítani Európán belül bárhová, Magyarországra is. Most pedig induljunk el és nézzük meg a várat! Szóval ez az első sétája a kis törpéknek, és meg kell mondanom, nagyon ügyesek vagytok, igen. igen. Nézd ezt a kis drágaságot! Természetesen mindenkit levesznek a lábukról, újfent. A kicsi se lesz másmilyen. És felmegyek ezen a rengeteg lépcsőn. Gufiéknak nem túl jó a lépcső, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ez rám marad. Nagyon vagány. Basta. Na nézzük, látjátok valahol gufiékat? Ó, ott vannak. Halló! Na mi újság, törpikéim? Nagyon hiányoztam. Laki? Hiányoztam, kicsikém. Hiányoztam. Ó. Azt így a lábai közé vette, és láttam, ahogy szúrja az arcát, mert így csinált ki, hogy azért közben görbőzett. A csipke vagyó szúrta a kis fenszijét. Valami én szúrta, mert láttam, hogy kényelmetlen neki, de akkor őket elviszem. Ja.
megszégyenlő, és azt mondja, és tényleg adnyáljál meg a pöcörődet. Kezdődik a harc, jej! Úgy látom őket, ez jobban érdekli, mint a vár. De legalább jól érzik magukat, mert kint vannak a szabad levegőn, ugye szépségeim? Ugye kis drágaságok? Na, hát ilyen. Ezzel a két kis kutyussal az élet. Nagyon szuper volt ez a kis vár, és olyan jó, hogy be lehetett menni kutyussal. Még most várok Andrissékra, mert úgy látom, hogy még nem sikerült összeszedni magukat. Jó, ez a két kis perna, hajd el, egy élmény velük, még csak a séta is, nagyon cukik.